Itt vagyunk, tehát kezdjük is el, itt van a szigorlat, és itt van velünk a mi kollégánk, akit szeretettel köszöntünk, és aki a kérdező partnerünk lesz ebben a ma reggeli programban, műsorban. Szervusz, jó reggelt kívánok neked is, és természetesen köszöntöm Tordai Bencét, a Párbeszéd társelnökét. Jó reggelt kívánok! Szép, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! André Novák Andrássy az első kérdés csak azt nem mondtam, hogy elmondtam volna. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Kezd el! Akkor jó reggelt kívánok, képviselő úr! Lehet tudni azt, hogy az ellenzéki térfélen is azért elég jelentős a verseny. Azért ez kiszivárog, hol publikusan, hol kevésbé publikusan. Ezeket a tárgyalásokat, amiket most ugye a hírek szerint tető alá hoztak, úgy kell elképzelni, hogy a legerősebb ellenzéki párt a DK diktálta itt a feltételeket, és mondjuk azt, hogy mely körzetekben kik lesznek az indulók? A versenynél szerintem most fontosabb az együttműködés. Karácsony Gergely október 23-án bejelentette, hogy a következő hetekben tető alá hozza elsősorban Budapesten, de ezzel összefüggésben nyilván minél szélesebb körben az ellenzéki pártok szövetségét, és valóban ennek az első lépéseként tegnap délután bejelentettük, hogy a Párbeszéd Zöldek és a Demokratikus Koalíció megegyezett egymás polgármesterjelöltjeinek támogatásáról, sőt általában nem is csak egymás, hanem más polgármesterjelöltek támogatásáról is, illetve arról a számunkra nagyon fontos zöld minimum programról, amely arról szól, hogy hogyan lehet az önkormányzatokban fenntartható módon kormányozni helyben, mik azok az elvek, amiket követni érdemes a 2020-as években. Úgyhogy azt hiszem, ez egy fontos megállapodás, egy nagy lépés előre, és azt az összefogási igényt, amit a választók egyre egyértelműbben közvetítenek felénk, azt talán már ki tudjuk elégíteni. Mekkora for a Párbeszéd számára az, hogy egyébként a főpolgármestert ő adja? Tehát például a tárgyalási folyamatoknál számít-e az, hogy az, amit képviselnek, az akár országos szinten is egy sokkal validabb, képviselhetőbb álláspont legyen? Hát nyilván nem hátrány, hogy Karácsony Gergely Párbeszéd Zöldek színeiben dolgozik, illetve ő vezette a tárgyalásokat is, tehát mi a kongresszusunkon felhatalmaztuk Gergőt, amikor leköszönt a társelnökségről, akkor megkértük, hogy az önkormányzati választásra való felkészülést, a többi párttal való megegyezést, azt ő vezesse, ő irányítsa. Nyilván ő a legmagasabb közvetlenül választott köztisztség betöltője egész Magyarországon, hiszen a főpolgármestert most még legalábbis 19-ben így volt, közvetlenül választják a polgárok, és hát ilyen módon nagyon nagy felhatalmazása, nagy legitimációja van, de azt hiszem, hogy a teljesítménye is önmagáért beszél. Az, hogy az ellenzék erősödött, a Fidesz pedig gyengült Budapesten az elmúlt több mint 4 évben, az egy nagyon fontos jelzőszám. Konkrét tartalmi kérdésekben tud mondani olyat, amiben engedett a Párbeszéd, és amiben nyert valamilyen pozíciót a Párbeszéd? Most nem személyi pozícióról beszélek, hanem kifejezetten politikai kérdésekről. Nagyon komoly politikai vitáink nincsenek. Tehát nekünk az volt a fontos, hogy legyen egy elvi alapja ennek a megállapodásnak, és az volt a fontos, hogy megtaláljuk azokat a kölcsönösen támogatható, helyben is támogatott, beágyazott embereket, akik alkalmasak arra, hogy ellenzéki közös jelöltként, tehát nyilván nem igazából csak személyi kérdések voltak, politikaiak, nem? Hát azért mondom, a zöld minimumnál politikai kérdés nincsen, tehát hogyha valami a közös ügyeinkről, a jövőnkről szól, akkor az éppen az a 14 pontos program, ami arról beszél, hogy hogyan lehet a városokat, településeket felkészíteni a klímaválságra, hogyan lehet fékezni ezt a folyamatot, hogyan lehet adaptálódni hozzá, mi az a fenntartható társadalom, mik azok a reziliens közösségek, mi az a szolidáris módon működő város, amely garantálja, vagy legalábbis segíti azt, hogy a következő évtizedekben is felkészülten nézzünk szembe a kihívásokkal. Ezeket a pontokat csont nélkül elfogadta a DK? Szerintem ezek olyan pontok, amikre nem nagyon lehet nemet mondani egy felelős politikai erőnek ma. Ezt írta alá például 2 héttel ezelőtt Miskolc független polgármestere is, és további városvezetőkkel tárgyalunk arról, hogy támogassák és vállalják ezeket a zöld minimumban megfogalmazott irányokat. Én azt gondolom, hogy ennél nincs fontosabb és nincs tartalmi politikai kérdés ma Magyarországon, de sehol a világon. Képviselő, melyek lennének azok a jelentősebb budapesti körzetek, vagy akár megyei jogú városok, ahol ez az összefogás, ez az újabb összefogás vagy megállapodás mondjuk elhozhatja a fordítást, tehát ahol most még nem ellenzéki polgármesterek vannak, vagy közgyűlési többség van? Karácsony Gergely tudom csak idézni, ő azt mondta, hogy Budapesten akár minden kerületet is megnyerhetünk, az ellenzék támogatottsága a fővárosban nagyjából kétszerese a Fideszének, és azt látom, hogy számos megyei jogú városban, vidéki nagyvárosban is van lehetőség fordítani, Szolnoktól Győrön át akár Debrecenig, tehát hogyha az ellenzék elvégzi a házi feladatát, hogyha felállítjuk azokat a
közös kereteket, amikben nem csak az ellenzéki pártok, de a helyi civilek is megtalálják a szerepüket, a feladatukat, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan választáson, ahol az a kérdés, hogy a helyi érdek érvényesüljön, vagy a központból kirendelt helytartóknak az uralmát hosszabbítsák meg, az emberek fognak tudni bölcsön dönteni. Azt mondhatni talán, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy ha már ma egyébként lesz szó bulvárról, hogy a kormány hol és milyen módon kiket szeretne még jobban esetleg elérni. Hát nem tudom, hogy a bulvár szereplőkkel szemben például az ellenzéki oldal fel van-e készülve, tudnak esetleg finoman fogalmazva hadrendbe állítani bárkit, aki szintén hasonló ütőkártya lehet. Hát, hogy mondjam, nem biztos, hogy egy politikai erő hitelességét az segíti, hogyha C-kategóriás celebek állnak ki mellette és képviselik a politikáját. Szerintem a Fidesz részéről az a szegénységi bizonyítvány, amikor felkészült a szakmát értő, ismerő, közéleti emberek helyett mondjuk politikusokat vagy színészeket próbál hadrendbe állítani. Ez egy kétségbeesett húzás. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha a közéleti szereplők jöjjenek a szórakoztatóipar akármely válfajából, közéleti véleményt is megfogalmaznak, és szerintem a független alkotók jelentős hányada nem a Fidesz-szel szimpatizál, ennek azért hangot is adnak, és olyankor a Fidesz világában nagyon szomorúak, és próbálnak valahova máshova nézni, amikor a stadionokat megtöltő ifjú előadók például az ő homofób törvényükön gúnyolódnak például. Ha az eddig említett pártokon egy kicsikét túlnézünk, akkor ott van a Jobbik, amelyik kihúzta a kalapjából Brenner Kolomant, mint budapesti főpolgármester jelöltet, és ott van a Momentum, amely nevében Hajnal Tamás tegnap este az egyenes beszédben itt az ATV-ben úgy fogalmazott, hogy hétfőn összeül a Momentum elnöksége, és valószínűleg döntést hoznak Karácsony Gergely ügyében, nincs ellenjelöltjük egyelőre. Hát azért ez előremutató, hogy mi lesz ennek a döntésnek a lényege. Tárgyalnak a Momentummal már? Természetesen mindenki tárgyal mindenkivel. A Jobbik ugye 2019-ben sem volt része Budapesten az ellenzéki együttműködésnek, és a kutatások szerint nagyon jelentős társadalmi bázisa sincsen ott. Ugyanakkor szakembereiket bevonta Karácsony Gergely a város kormányzásába. A Momentummal pedig természetesen folyamatosan tárgyalásban vagyunk, és ott is viszonylag közeli a megegyezés, úgyhogy én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely, amit ígért, azt fogja tudni szállítani, tehát az ellenzéki pártok budapesti megegyezése az most már küszöbön áll, remélhetőleg teljes körülön. Megengedtek kollégák még egy kérdést, és aztán hosszan csendben maradok, ígérem. Mellár Tamás azt mondta a Párbeszéd frakciójának tagjaként, hogy azon gondolkozik, hogy kilép a frakcióból, mert elege van az ott ülő megélhetési politikusokból. Magára vette? Nem van nálunk ülő megélhetési politikusokból. De ezt mondta konkrétan, a frakcióból akar kiülni, mert ott megélhetési politikusok ülnek. Egy tágabb spektrumból érkezett meg ebbe a témába. Általában az ellenzékkel kapcsolatban Mellár Tamásnak vannak kritikái, de melyikünknek nincsenek, és nem csak azzal kapcsolatban, hogy néhány szereplőnek mik a személyes motivációi, hanem hogy mennyire szétforgácsolódott és közös stratégiát nélkülöző ez az ellenzéki mezőny. És az a helyzet, hogy nagyon nehéz Mellár Tamással vitatkozni, ő egy autonóm ember, egy független jelölt. Nem, a legkevésbé sem, de hogy az, aki függetlenként nyert a két győztes vidéki választókerület egyikeként, hozta Mellár Tamás ugye a pécsi körzetet, szóval, hogy ő nem ezt a párt logikát. Hogyha az ember inkább marad, semmint, hogy eljön ebből? Én nem számítok arra, hogy eljönne ebből, szerintem azt a türelmetlenséget fogalmazta meg Tamás elég erősen, ami ugye általában az ellenzékkel szemben merül fel, hogy miért nincs például ő az ellenzéki kerekasztal intézményét már régóta szorgalmazza, és nem látja, hogy miért nincs ebben például előrelépés. Azt gondolom, hogy legalább az önkormányzati választásokra felkészülve a megegyezések ezen talán segítenek, de az tényes való, hogy az európai parlamenti választáson egyelőre egymással versengő pártlistákról beszélünk, és ezt nagyon sok ellenzéki szavazónak és ellenzéki politikusnak is láthatólag nehéz elviselnie. A DK azért elég egyértelművé tette, hogy minek tekinti ezt az LP választást. Én azt gondolom, hogy ha lementek a választások, akkor jövő nyáron viszont rá kell fordulnunk arra, hogy 26-ra milyen alternatívával készülünk, mi az a rezsimváltó ajánlat, ami sokkal jobb, mint ami a 22-es volt, és tényleg azt a türelmetlenséget vagy elégedetlenséget, azt hogyan tudjuk kezelni, ami teljesen jogos szerintem az ellenzéki politikával kapcsolatban. A Párbeszéd társelnöke Tordai Bence volt a vendégünk, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. A vendégkérdezőn köszönjük neked is. Én köszönöm a lehetőséget.